Mint ismeretes, ez év októberében indította el Magyarország kormánya az újabb nemzeti konzultációt a migráns kérdés a kötelező betelepítési kvótával kapcsolatban. December 1-ével zárult a kérdőívek visszaküldésének határideje, amelyek feldolgozása során kiderült, minden eddiginél többen küldték vissza a kérdőíveket, elsöprő többségben elutasítva a brüsszeli kötelező kvótát és az ezzel járó súlyos következményeket. Választókerületünk országgyűlési képviselője Tiba István sajtótájékoztató keretében mondott köszönetet a konzultációban résztvevők aktivitásáért, amellyel segítették, segítik a kormány migráns kérdésben képviselt álláspontját. Tisztelettel köszöntöm a sajtó résztvevőit a mai sajtótájékoztatónkon, amelynek témája tulajdonképpen egy köszönet a nemzeti konzultáció sikeres lebonyolításával kapcsolatban, hiszen ez most minden idők eddigi legsikeresebb nemzeti konzultációja. Több mint 2.300.000-en töltötték ki a konzultációs ívet, illetve töltötték ki interneten ugyanezt a formulát. Egészen pontosan számszerűleg ez úgy néz ki, hogy olyan 170.000-en interneten és 2.150.000-en levélben küldték vissza a kérdésekre adott válaszaikat, amelyből egyértelműen kiderül, bár még tart a feldolgozása a konzultációs íveknek, de ha jól tudom, olyan 90%-át már feldolgozták, és ebből egyértelműen látszik az, hogy a magyarok igenis nem kérnek a kötelező betelepítésből, nem kérnek azokból az elképzelésekből, amelyeket Soros György vázolt már többször több fórumon, és amelyekhez sajnos azt látjuk, hogy az Európai Unió többsége is partner lenne, magyarul a felső korlát nélküli betelepítéshez, aztán abban, hogy a betelepített migránsoknak 2 év alatt 9 millió forinttal kelljen támogatást adni a költségvetésből, és a magyar emberek egyértelműen kimondták a véleményüket, hogy köszönik szépen, ebből nem kérnek, és egyetértenek a kormánynak a politikájával, magyarul, hogy védjük meg Magyarországot ettől a kötelező betelepítéstől, minden eszközzel, beleértve a kerítést is, és természetesen leginkább a nagyon kemény politikai csatározásokat, ugye, amelyek elsősorban Brüsszelben zajlanak. Az utóbbi hetek, napok nemzetközi történései azt jelzik, nem vagyunk egyedül, vannak hasonló gondolkodású politikai erők az unión belül. Azt láthatja mindenki, hogy már nem egyedül vagyunk, hiszen a V4-ek is mellettünk vannak. Ausztriában is várható egy komolyabb változás, hiszen a választás eredményeként ott is egy jobboldali kormány alakult meg, akik jelezték, hogy határozottabb elképzeléseik vannak a betelepítésről. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos lépés ez a kormány számára és a magyar polgárok számára is, egy megerősítés a kormánynak és a miniszterelnöknek abban, hogy igenis erről az útról nem szabad letérni, ki kell tartani és küzdeni kell mindenképpen, annak ellenére, hogy minden téren nyomást próbálnak gyakorolni Magyarországra. A nyomásgyakorlás egyik belföldi formája a mostanában elindított úgynevezett civil irodák létrehozása. Ilyen civil irodákat szerveznek éppen itt Debrecenben is, amelyeknek a célja az lenne, hogy különböző hálózatokat hozzanak létre, és ezzel népszerűsítsék a Soros úrnak az elképzeléseit. Nem véletlenül időzítették ezt mostanra, hiszen következő év tavaszán választás lesz, tehát azt látják, hogy a jelenlegi kormány élen a miniszterelnökkel kitart és megvédi Magyarországot a kötelező betelepítéstől. Tehát innentől kezdve megpróbálják azt elérni, hogy a következő időszakban, tehát a választás követően ne ez a kormány vezethesse Magyarországot, hanem olyan kormány, jelesül is a mostani ellenzékből összeálló esetleges kormány, amelyek, akikről tudjuk, hogy egyértelműen egyikőjük sem határolódott el a betelepítéstől, sőt a DK és az MSZP kinyilvánította, hogy igenis ő ehhez hozzájárulna. A Jobbiknak a vezetője is, ugye, ha visszaemlékszünk, azt mondta, hogy egy 1200 migráns befogadni az nem olyan nagy dolog, tehát egyikőjük sem védené meg Magyarországot, ezért is van óriási tétje a következő választásnak. Nem könnyű hónapok következnek, mondta képviselő úr, hiszen rövidesen kiírásra kerül a jövő évi parlamenti választás, és lesznek nem is kevesen, akiknek majd semmi sem lesz drága ahhoz, hogy leváltsák a jelenlegi kormányt. Nehogy azt gondolja bárki, hogy
Ezek a támadások, ezek csökkenni fognak, ezek erősödni fognak a következő időszakban az előbb elmondott okok miatt. Azonban még egyszer én hálásan köszönöm minden a választókerületben élő lakosnak a településeken, itt Hajdúböszörményben, Balmazújvároson, tehát mind a 10 településen, Hajdúnánáson, hogy részt vettek a nemzeti konzultációban. Jó érzés volt tapasztalni azt, amikor nem kapták még meg az ívet, akkor aggódtak, hogy vajon ők kapnak-e, tehát megkerestek, kérdezték, és utána azt is tudom, hogy nagyon-nagyon sokan kitöltötték innen is. Ez mindenképpen egy nagyon fontos megerősítés a kormánynak, a miniszterelnöknek és természetesen a parlament azon frakcióinak, akik a kormányzati frakcióhoz tartoznak, itt a Fideszről és a KDNP-ről beszélek elsősorban, és természetesen nekem is, és én nagyon remélem, hogy a következő időszakban is egy ilyen megerősítéssel hatékonyan tudja a miniszterelnök úr képviselni Magyarországot, és közösen a magyar emberekkel meg tudjuk védeni attól, hogy igenis Magyarország a magyar emberek országa maradjon, és ne kelljen különböző külföldi érdekek alapján ide bárki beengedni ebbe az országba.